Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Együtt a Rák ellen című műsorunkat látják. Állandó szakértőnk, illetve vendégünk, Balogh István. Tisztelettel köszöntöm. Köszönöm. A Gyermekrák Alapítványának elnöke. Nagyon sokszor beszélgettünk már. Együtt is találkoztunk évek óta, azt hiszem, hogy a Hatos csatorna, illetve a Gyermekrák Alapítvány egy jó kapcsolatot tart fönt, amelynek egy a célja, hogy azok a gyermekek, akik megkapták a legnehezebben elviselhető betegséget, a rákot, nem csak saját maguk, hanem a szüleik számára is elviselhetetlen, azok valamilyen kiutat találjanak. Nem egy egyszerű küzdelem. Mielőtt most az aktuális dolgokról beszélnénk egy picit, hiszen mindig vannak aktualitások a Gyermekrák Alapítvány életébe, és most is három olyan hihetetlen jó dolog történt a sok szörnyűség mellett. Egy picit visszanyúlnék én a kezdetekre. Akkor, amikor egy szülő megtudja, hogy a gyermeke rákos, vagy akár egy felnőtt ember megtudja, hogy rákos, akkor gondolom, hogy hihetetlen érzéskavalkád van benne. Hogyan kezelje a történetet, miként álljon a betegséghez. Ebben az első pillanatban is már tud a Gyermekrák Alapítvány valamilyen segítséget nyújtani? Igen, nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon fontos kérdés. Valóban a Gyermekrák Alapítvány és az önök televíziója, és ez a sok-sok televízió néző ember a Gyermekrák Alapítvány talán már kívülről ismeri. De még mindig tudunk újat nyújtani, és még mindig tudunk olyat mondani, ami egy óriási dolog ebbe az életbe, megmentjük a gyermekeket. És a kérdésére kell, hogy válaszoljak. Akkor, amikor a szülő megtudja, hogy a gyermek rákos, abban a pillanatban már fordulhat a Gyermekrák Alapítványhoz. De csak akkor, amikor megvan a diagnózis. Ugyanis a Gyermekrák Alapítvány csak akkor tud foglalkozni a beteg gyermekkel, hogyha a diagnózis rák. Mi csak a rákos gyermekeknek tudunk segíteni, illetve az őket gyógyító orvosoknak, valamint a családnak, hisz ennek a szörnyű betegségnek kapcsán sajnálatos módon nagyon-nagyon megromlik a gyermekeknek, a anyának, apának a gazdasági helyzete. Na most rögtön még itt egy dologba bele kell, hogy kapaszkodjak. Az, hogy valaki daganatos beteg, az rögtön azt jelenti, hogy rákos, vagy pedig azt jelenti, hogy daganatos, és amikor rossz indulatú valami, akkor fordul át a rák állapotába? Nagyon fontos tudni, hogy a rákos betegségben van jó indulatú és rossz indulatú, mind a kettő rák. Tulajdonképpen a ráknak különböző fajtái, igazán akkor mondja ki az orvos, hogy rossz indulatú a daganat, hogyha már áttétet képez, vagyis annyira szerte ágazott a szervezetben a daganatok, illetve a vérképzőszervi betegségeknél a véráramba kerülő betegsejtek, hogy akkor már azt mondják, hogy rossz indulatú. De sajnálatos módon a jó indulatú daganat is tud rossz indulatúvá válni. Gondolom, hogy az elmúlt évtizedek során, ahogy dolgoztak önök, mindig az újabb tapasztalatok birtokában újabb-újabb stratégiákat állítottak föl, hogy hogyan lehet a legjobban, leghatékonyabban segíteni a szülőknek, a gyerekeknek. Műtét előtt, műtét után, kemoterápiás kezelések, sugárkezelések alatt, milyen a rehabilitációnak az időszaka, mivel lehet segíteni a betegeket, akár mentálisan, akár egészségügyileg. Hogyan bővült ez a kör az elmúlt időszakban, és mi volt az, ami a legnagyobb átütő segítséget adta önök az önök munkájába, illetve a szülők, illetve a gyerekek szempontjából? Több mint 15 éves a Gyermekrák Alapítvány, tehát a megalakulásunk óta 15 és fél év telt el, lassan most már 16. életévünket tapossuk. Napról napra újabb és újabb diagnosztikai eljárások, minden egyes pillanatban újabb és újabb, furcsábbnál furcsább lépésekre kényszerítenek bennünket. Pontosan tudjuk mi azt, hogy a rák az valahol a leghalálosabb betegség, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez a betegség gyógyítható, csak sajnálatos módon Magyarországon a gyermekeknél is és a felnőtteknél is sokkal rosszabb a gyógyulási arány, mint Nyugat-Európában, vagy esetleg az Egyesült Államokban. Ez ellen harcolunk a születésünk óta, hogy Magyarország lekerüljön arra a szörnyű statisztikai dobogóról, miszerint a Gyermekrák Alapítvány első a rákos megbetegedésekben, és sajnálatos módon a halálozásban is jóval elmaradunk nyugat-európai szomszédainknál. Azért furcsa ez, mert tudjuk, hogy a magyar orvosok kiválóak. A magyar szaktudás, a magyar szürkeállomány világhírű. És akkor mégis ebben a körben nagyon rosszul állunk. Miért?
mert kevés a pénz. Elsősorban valóban az orvosoknak a szürke állománya megvan, de akkor, amikor nincs pénz még WC papírra sem a kórházba, akkor hogy várhatjuk el azt, hogy kemoterápiás kezelésekre és a legújabb protokollok megvásárlására legyen pénz egy hematológiai osztályon, ott, ahol mondjuk évente 320 újonnan diagnosztizált gyerek van, és egyszerre egy-egy osztályon fekszik benn 20-25 gyermek. Tehát valójában itt a probléma, hogy nincs pénz a nemzetközi protokollok megvásárlására, az összesnek a megvásárlására, és ami a legnagyobb probléma az, hogy egy olyan országban, ahol ilyen szörnyű eredményeket produkál ez a betegség, hogy egyszerűen nincs gyermek onkohematológus szakorvos képzés. Viszont ebben önök segítenek, hiszen így ha igaz. Jól tudom, akkor a rezidenseknek valamilyen juttatást juttatnak, vagy adnak, hogy ne menjenek el az országból. Tehát akkor, amikor azt tetszett kérdezni, hogy milyen a legfontosabb lépés, amire most szántuk magunkat az, hogy megpróbáljunk segíteni azoknak az orvosoknak, akik elkötelezettek az onkohematológiában a gyermekrák kezelésére, és ezért mi átvállaltuk ezeknek az orvosoknak, szám szerint 10 orvosnak a rezidensi fizetésének az 50%-ának a kifizetését, ami az alapítványunknak 6 millió forintot jelent, plusz 2 millió forintért megvásároljuk nekik azokat a szakirodalmakat, könyveket, folyóiratokat, aminélkül nincs tanulás, tehát így évente 8 millió forintot költünk arra, hogy ezek az orvosok elsajátítsák Magyarországon a gyermekonkohematológiai nyugat-európa szintű kezelését, és itt maradjanak Magyarországon, és itt gyógyítsanak gyermekosztályokon, hematológus szakorvosként, amire még egyelőre sajnálatos módon várni kell, hisz ezek a rezidensek még mindig nem mentek túl a szakorvos képzésen. Ez is egy hosszú folyamatnak lesz az eredménye, hogy végre képzett fiatal orvosaink legyenek, akik itt dolgoznak, itt tanulnak. Arra van-e lehetőség, és abban segítenek nekik, hogy külföldön szaktudást és gyakorlatot szerezhessenek? Igen, a Gyermekrák Alapítvány most már pár évvel ezelőtt aláírt, pontosan 3 évvel aláírt egy szerződést az Egyesült Államokkal, miszerint a Gyermekrák Alapítvány kiküldi az orvosokat az Egyesült Államokba továbbképzésre, és abban az esetben, hogyha az Amerikában szükséges vizsgájuk megvan, abban az esetben a Gyermekrák Alapítvány kifizeti ezeknek az orvosoknak a kintartózkodásának a teljes költségeit, és valóban szakorvosi ellátást tudnak végezni már akkor Magyarországon, amikor visszajönnek. Ez egy óriási dolog, egyedülállóak vagyunk ebben a témában. Azt elhiszem, és abban is, hogy nagyon sok gyerek ki is kerül az alapítvány segítségével az Egyesült Államokba gyógykezelésre. Igen, hát sajnálatos módon nagyon sok gyermek nem kerül ki, mert ahhoz, hogy egy gyerek kikerüljön az Egyesült Államokba, vagy akárhova, Nyugat-Európába, oda bizony az egészségbiztosítási pénztárnak kell a támogatása, és ahhoz, hogy az egészségügyi minisztérium, vagy pedig az OEPS finanszírozza, ehhez mindenképpen kell egy orvosi javaslat, és ezt az orvosi javaslatot elég nehezen adja oda az orvos. Ugyanakkor miért? Pedig tudja, hogy kint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban sokkal nagyobb esélye lenne ennek a gyermeknek a gyógyulására. Ez egy presztízsveszteség ennek az orvosnak, ez egy presztízsharc. Küzdeni kellene lenne, nem így kellene, hogy legyen. Én bízom benne, hogy ez az új generáció, de talán már az öregebb orvosok és idősebb orvosok is látják, hogy valójában itt arról van szó, hogy ezeknek a gyermekeknek biztosítani kell azt az állampolgári jogot, ami benne van az alkotmányunkban, hogy minden egyes gyermeknek, minden egyes felnőttnek alapvetően joga, hogy a teljes gyógyulásához bármilyen eszközökhöz nyúljon. Érdekes dolog mondta, hogy az orvosnak sokszor presztízsveszteség, hogy nem őt bízzák meg, hanem esetleg kivinnék a gyermeket egy gyógyulási folyamatra, vagy gyógyítási folyamatra. Közben pedig a kórházak presztízs ide, presztízs oda, a Gyermekrák Alapítványhoz fordulnak, hogy ilyen és ilyen eszközre van szükségem. Hát, hogyha jól emlékszem, nem is tudom a számát megmondani, hogy hány kórháznak hányféle eszközt vásároltak, ami a gyógyításhoz elengedhetetlen. Igen, hát tulajdonképpen valóban a Gyermekrák Alapítvány ugyancsak egyedülálló nagyságrendben nyújt támogatást az egészségügyi intézményeknek. Az elmúlt években 2 milliárd 400 millió forintért vásároltunk műszereket, orvosi eszközöket, és támogattuk a családokat és a beteg gyermekek hozzátartozóit. Rendszeres anyagi támogatást adunk a gyerekek családjának, biztosítjuk a gyógyszereket, vitaminokat, táplálékkiegészítőket, térítésmentesen természetesen, és plusz nálunk dolgozó orvos foglalkozik ezekkel a gyermekekkel. Bakadnek doktor egy óriási szakember, egy óriási szaktekintély, és mindenben segít a családoknak. És most visszatérve arra a kérdésre, amit ön most felvetett, hogy valóban ezek az orvosok, ezek a kórházak a Gyermekrák Alapítványhoz fordulnak segítségért. Persze, hogy a Gyermekrák Alapítványhoz fordulnak, ugyanis hova forduljanak, hogyha
30 évvel ezelőtti technikával kell, hogy dolgozzanak, akkor még nehezebb a helyzetük. De nem csak 15 évvel ezelőtti technika is már elavult, hisz ebben a rohanó világban ma már az új technikát követve bizony 100 milliókat kellene költeni az, hogy a technika segítségével még jobb eredményeket lehessen elérni a gyógyításban. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy diagnosztikai eszközzel időben tudjuk diagnosztizálni ezt a szörnyű betegséget, vagy esetlegesen félre diagnosztizálják, vagy nincs pénz egy olyan műszerre, amivel időben sokkal kellemesebb, sokkal emberbaráti módon tudnak például operálni. Tehát ezek nélkülözhetetlen dolgok. És akkor nem beszélünk a képalkotó eljárásokhoz, ami ebben a betegségben egyszerűen nélkülözhetetlen. Hogyha statisztikát akarnánk mondani, akkor meg tudja mondani, hogy hány millió forint értékű eszközt, gyógyászati készüléket, diagnosztikai készüléket vásároltak a magyarországi kórházak számára? Az elmúlt 4 évben több mint 1 milliárd 600 milliót, 1 millió 650, mert a többi azok a gyermektámogatások és a családtámogatások. Viszont ez azt jelenti, hogy a munkájukat olyan szempontból a lakosok elismerik, hogy az 1%-okkal, a támogatásaikkal gyakorlatilag hozzájárulnak ahhoz, hogy legyen valaki, aki meg tudja venni a kórházak számára ezt a műszert. Ez egy nagyon fontos kérdés, pont ebben a pillanatban, amikor a személyi jövedelemadó 1%-áról rendelkeznek az emberek, és talán a tévénézők azok segíteni akarnak a beteg gyermekeken, és így a Gyermekrák Alapítvány felé irányítják az adományokat, vagy az 1%-os rendelkezésüket. Valóban így van. A Gyermekrák Alapítvány egy olyan non-profit szervezet, ami semmiféle vállalkozást nem folytat, mi kizárólag csak adományokból élünk, és az adományokat adjuk tovább azoknak a betegeknek, azoknak az intézményeknek, azoknak az orvosoknak, azoknak a családoknak, akik erre rászorultak. Magyarországon a Gyermekrák Alapítvány közel 16 éves működése alatt ismert és egy igencsak elismert civil szervezet vagyunk, számos kitüntetés, számos oklevél birtokában van úgy az alapítvány, mint jó magam. Közelmúltban kaptam meg az utolsó kitüntetésemet épp a Debreceni Gyermekklinikától. Tehát minden orvos, minden szakember, minden egészségügyben dolgozó pontosan tudja, hogy a mi munkánk, a mi küldetésünk, talán ezt küldetésnek neveznénk, mennyire fontos és mennyiben segíti a beteg és az orvos munkáját egyaránt. Tehát én pontosan tudom, hogy a mi orvosaink, akik Magyarországon gyermekeket gyógyítanak, azok mindent megtennének annak érdekében, hogy jobbak legyenek az eredmények, de sajnálatos módon pénz nélkül nagyon nehéz bármit csinálni. A pénz egy hatalmas úr. És sajnos itt Magyarországon pontosan ez az, ami legjobban hiányzik. És akkor ott van az Egyesült Államok, ahol ma már támogathatják a magyar gyermekeket, és ez egy fantasztikus dolog, hisz Amerikában, ha valaki adományoz a Gyermekrák Alapítványnak, Kína az Egyesült Államokban is leírhatja az adójából, és büszkén jelenthetem, hogy ezt a sikert 2001 óta kizárólag csak a Gyermekrák Alapítvány kapta meg egész Európában. Tehát Európából mi vagyunk egyedül bejegyezve az Egyesült Államokban. Említette az előbb az elismeréseket, és nekem eszembe jutott az irodában, illetve hát a honlapon is láttam aztán sok-sok képet államfőkkel, magasan kvalifikált tudósokkal, emberekkel, amelyek az együttműködésüket bizonyítják. Most a debreceni kitüntetést említette, viszont egy egészen másfajta kitüntetéssel is illették önt, és gondolom, amikor egy gyermeke rákos lett, és ezt a küzdelmet elindította, hogy igen, egy alapítványt hoz létre, hogy majd a gyerekeket gyógyítani lehessen, akkor nem gondolta, hogy a lábnyomát megfogják, vagy a kéznyomát megfogják örökíteni. Lábnyomát megfogják örökíteni. Igen, most vasárnap kaptam egy meghívást Jakabszállásra, a magyar falu megnyitójára, ahol óriási megtiszteltetés volt számomra, hisz egy olyan sportolóval egyszerre tettük le a lábnyomunkat, Egerszegi Krisztinával, aki tényleg talán a világ egyik legelismertebb sportolója. Ő volt az egyik, akit felkértek a lábnyomnak a letételére, és a második pedig jó magam a Gyermekrák Alapítvány nevében. Egy óriási élmény volt. Nagyon nagy média figyelmet kaptunk, és én azt hiszem, hogy ez egy életen keresztül megörökíti azt, hogy a jövőnek, hogy tulajdonképpen volt egy szervezet, van egy szervezet, 100 év múlva már talán én nélkülem, de én bízom benne, hogy még talán élek addig, ez persze csak hiú álom. Hogy tehát reméljük, hogy lesz, aki tovább viszi. Nem? Igen, egész biztos vagyok benne, hogy tovább kell vinni ezt, hisz nem lehet megállni. Ez a szervezet olyan, hogy nem lehet megállni. Valóban így van. Ez egy óriási élmény volt vasárnap Jakabszálláson számomra is, és bizony
a felvételnél már mosolyogva, de a meghívásnál könnyezve mondtam igent. Szép történet. Egyébként érdekes az is, hogy az alapítvány más alapítványokkal hogyan dolgozik együtt, illetve hogyan segít olyan alapítványoknak a munkájában, amelyek szintén segítik a beteg gyerekeknek a gyógyulását. Van itt egy emlékdíj, ez a Gergely Alexandra emlékdíj, amelynek a létrejöttében, illetve amelynek az éltetésében, a további élésében nagyon sok segítséget nyújtanak. Ezt egy rákos gyermek szülei hozták létre a gyermekük emlékére. Ez egy nagyon sajnálatos történet volt, egy nagyon szép kislány nagyon korán elment közülünk 2007-ben. És akkor azt mondta a szülő, hogy minden körülmények között tovább akarja vinni a gyermekének az emlékét, ugyanis tudni kell, hogy ez a gyermek akkor, amikor diagnosztizálták nála a rákot, akkor nem összetört, hanem nyitott egy blogot, és végig követtette a saját eseményeit az olvasókkal, a nézőkkel. Több tízezren nézték meg a blogját, több tízezer hozzászóló volt. És akkor, amikor ez a gyermek elment, akkor a szülőknek utolsó gondolatában azt kérte, hogy szórják szét a hamvait a Maldív-szigetek fölött. Ez megtörtént. A gyermeket az alapítványunk éveken keresztül támogatta. És akkor, amikor ez a szörnyű tragédia megtörtént ennél a családnál, akkor azt mondta az édesanyja, hogy az emlékét megőrizzük, és létrehoztak egy alapítványt. És ennek a kislánynak az emlékére mindig, minden évben egy olyan gyermeket, vagy egy olyan felnőttet tüntet neki a Gergely Alexandra díjjal, akit a család, illetve az alapítvány kuratóriuma legalkalmasabbnak talált. Így volt ez most a közelmúltban egy általunk is nagyon erősen támogatott gyermeknél, Simon Péternél, aki tényleg egy furcsa dolog miatt a szívünkhöz nőtt, hiszen ennek a gyermeknek le kellett vágni a jobb karját, a rák, a katasztrofális csontrák következtében, és nem adta föl. Sportolóként küzdött, és egy olyan fiú, aki kézilabdázott, azt mondta, hogy belemegyek a műtétbe, mert csak így tudok meggyógyulni, megtanult úszni, versenyúszó lett, és az onkolimpiára, mikor mi kimentünk, ő aranyéremmel és ezüstéremmel tért haza Magyarországra, és nem kézilabdából, hanem úszásból, és ő kapta meg most ezt a Gergely Alexandra díjat. Hogy ez a fiatalember mennyire erős, és mennyire példaértékű az ő élete, illetve az ereje, az bizonyítható volt, hiszen stúdiónk vendége is volt, és most is beleborzogok, amikor ő elmesélte maga történetét. Egyébként fönn van a YouTube-on, érdemes megnézni, mert azt hiszem, hogy egy olyan beszélgetés volt, és az olimpiáról is, ugye, amikor az érmekkel megrakodva és boldogan hazatért, melyből nagyon-nagyon sok erőt lehet meríteni. Gondolom, hogy vannak olyan szülők, akik vagy olyan segítők, akik szintén megkaphatják a díjat. Mi alapján kerül odaítélésre? Mert mondjuk Péter az teljesen egyértelmű számomra. A Gergely Alexandra díj az egy olyan alapítványnak a kuratóriumi döntése alapján hozza meg ezt a díjat, akit az ottani kuratórium erre alkalmasnak tart. A gyermekrák alapítvány nem tagja ennek a kuratóriumnak, mi csak annyiban segítjük, hogy akkor segítettük a gyermeket, akkor erre szükség volt, és természetesen továbbra is boldogan segítjük az alapítványt, ha ilyen kéréssel fordulnak hozzánk. De nem csak ez az egy alapítvány, hanem számos civil szervezet fordul a gyermekrák alapítványhoz segítségért. Így például Bakony-Szűcsön, ahol Magyarországon egyedül állóan gyógyítják a rákból gyógyuló, de még nem gyógyult beteg gyermekeket, ott egy rehabilitációs központ működik, és mint egy olyan több ezer, ők 24 éve működő civil szervezet több ezer beteg gyermeknek adták vissza az életkedvét, és nagyon szomorú, hogy egy ilyen 24 éves alapítványnak olyan anyagi gondokkal kell küzdeni, mint amivel küzd, és minden évben hozzánk fordulnak szinte segítségért, most már 5. éve nyújtunk nekik anyagi támogatást, most már közel 8 millió forint van ebben az évben is, mikor hozzánk fordult a kuratórium elnöke, Bakos Tóth Márta doktornő, akkor azonnal azt mondtuk, hogy igen, segítünk, és kifizettük nekik azokat a elmaradt számlákat, aminélkül bezárt volna ez a Bakony-Szűcsi Rehabilitációs Intézet. Gondolom, hogy nagyon sok tényleg civil szervezeti egyesület van, akik a segítségüket kérik, de van még egy olyan témánk, amelyet nem szeretnék kihagyni. Szóvicc, bár nem lehet viccnek tekinteni, ugye van a Kincses Sziget című ismert szlogen. Azok a gyerekek, akik
átesnek a kemoterápián, nagyon sokszor elveszítik a hajukat és a kincsüket. Így van. Ehelyett vannak tincsek, amelyeket lehet adományozni, amelyeket lehet megszerezni. De önöknek volt egy Tincses sziget című akciója. Ezt hogy kell elképzelni? Most is tart a Tincses sziget akciónk. Ez arról szól, hogyha egy gyermek kemoterápiát kap, az elveszíti a haját. Sugárkezelés, kemoterápia után elkerülhetetlen mellékhatás a hajnak az elvesztése. Ez a haj kinő idővel. Tehát egy pár évet kell csak elviselni ennek a gyermeknek kopaszon, és hogyha egy lányról van szó, ez tragédia, a lelke is beteg ennek a gyermeknek, és hiányzik az ő gyönyörű koronája, hajkoronája. És nagyon sokszor fordultak az alapítványhoz kéréssel, hogy segítsünk a parókának a megszerzésében. És akkor, amikor már a sokadikat teljesítettük, akkor valószínű valamilyen isteni sugallatra megkeresett bennünket egy fodrászüzlet, és azt mondta, hogy dolgozzunk együtt, segítsünk. Ők most nyitottak egy gyermekfodrászatot, és felajánlották, hogy azoknak a gyermekeknek, akik 2013-ban le akarják vágatni a hajukat, azoknak a gyermekeknek ingyen vágják a hajukat, és a hajból egy közös megbeszélés alapján egy parókakészítő pedig hajat csinál, és ezek térítésmentesen lesznek a gyerekeké. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy ez körülbelül egy olyan fél éve van napirenden nálunk ez a történet, és most már közel 50 olyan felajánlás érkezett, amiből mintegy 30 gyereknek, 30 kislánynak igazi hajból tud parókát csinálni a parókakészítő. És ez egy óriási dolog, akkor, amikor ha ezt a szülőnek kellene megcsinálni, hát akkor 100 000 forintot is meghalad egy valódi hajból lévő paróka. Mert a műhaj az nem olyan igazi, tehát az a gyermekeknek bántja, irritálja a fejbőrét, és miután tudtuk, hogy ezt kell csinálni, így ezzel a fantasztikus gyermekfodrászattal nagyon jó együttműködésben, nagyon keményen küzdünk ahhoz, hogy a gyermekeknek a lelkét is gyógyítsuk. És ezért hálásak vagyunk úgy annak, aki felajánlja, mint annak, aki megcsinálja, mint aki levágja, és gondolom ugyanolyan hálásak azok a szülők, akik hajjal látják újra a gyermeküket, és akkor a gyermekekről nem kell beszélni, hisz a gyermek, amikor újra hajkorona van rajta, akkor meggyógyult a lelke. Eszembe jutott a gyerekkori emlékem. Volt egy ismerősem, akiről most ebben a pillanatban esett le nekem, hogy háromféle haja volt mindig, rövid haja, ilyen közepes haja és hosszú haja, és időnként váltogatták. És most jutott az eszembe, hogy valószínűleg az lehetett, hogy neki is, ugye a szülők, hogy megadják azt a méltóságot, hogy neki is nő a haja, egy daganatos betegség következtében próbálták így a hajkoronáját pótolni. Igen, tulajdonképpen mi pontosan látjuk azt, mikor az alapítványunkhoz bejönnek a szülők, és hoznak magukkal még kezelés alatt álló gyermeket, és hogyha az kislány, és bekötött fejjel jön, akkor mi pontosan tudjuk, hogy azért van bekötve a feje, mert kopasz. És mikor megkérdezzük tőle, hogy mit szeretnél a legjobban, akkor nem azt mondja, hogy meggyógyulni, hanem azt mondja, hogy az, hogy kinőjön a hajam. Mert azzal, hogy ő neki kinő a haja, azzal ő már meggyógyultnak érzi magát. És én bízom benne, hogy ezeknek a gyermekeknek a lelkét tudjuk mindannyian támogatni. De azért nagyon sok olyan dolog van az életünkben, amiről nagyon sokat tudnánk beszélni még. Szebbnél szebb történetek, tragikusabbnál tragikusabb történetek, de a tragikát kellene elfelejtenünk végre. Azt kellene mondanunk, hogy sikeresek vagyunk, győztünk, legyőztük a legnagyobb betegséget, a rákot. De ezt csak közösen fogjuk tudni megcsinálni. Önökkel, a hatos csatorna televízióval, a nézőkkel közösen, és azokkal az orvosokkal, akiknek azért fizetjük a nehéz milliókat, hogy ők is tudjanak Magyarországon igazán olyan sikereket elérni, mint amerikai vagy nyugat-európai kollégáik. Köszönöm a televíziónak. Én pedig önnek a beszélgetést, reméljük, hogy így lesz, és sok-sok segítséget fognak kapni. Köszönöm szépen. Rajta múlik, megteszem. Köszönöm.